Sziasztok, üdv mindenkinek, én Sebestyén Imre vagyok. A mai kis videóban megmutatok nektek pár dolgot, amit, hogyha úgy látjátok, hogy a szakember arra megy hozzátok, és ezekkel a trükkökkel, cselekkel próbálkozik, azonnal zavarjátok el. Most pont a hálózással kapcsolatban lesz pár hasznos info, de egyébként, hogyha tetszeni fog nektek ez a videósorozat, úgy látjátok, hogy tudok vele valamit tanítani, vagy esetleg felhívom valamire a figyelmet, ami nektek esetleg fontos lehet a későbbek folyamán, hogyha szigeteltettek, és ránéztek a szakira, akkor azt jelezzétek nekem a komment szekcióban, meg egy lájkol és egy feliratkozással, és én akkor tudni fogom, hogy ezt folytatom, ezt a kis sorozatot, ez az első rész, kitérve a szigetelésre, a nemesvakulásra, a kávázás, élvédőzés, stb. Tehát mindenről lehet olyan dolgokat csinálni, amit nem csinálhat egy szakember. Tehát egyértelmű jeleket mutatok nektek, hogyha így csinálja a szakember, akkor az nem jó, azonnal zavarjátok el. Na most éppen a hálózással kezdünk, mutatom. Tehát a hálózás előtt, ugyebár most direkt úgy van csinálva, hogy vannak részek, amik ki vannak flekkolva dűbelbe, ez a jó. De vannak olyan szakik, akik nem flekkolják ki a dűbelek fejét, majd azt megmutatom a glettelés során, hogy az miért baj. Tehát, hogyha kimész és látod, hogy a szaki nekiugrik glettelni, de még viszont nincs kiflekkolva a dűbelek feje, az két esetben, egy esetben, amikor lehetséges az, hogy nem flekkolják ki, vannak az eljöttnek ilyen speciális dűbelei, amit flekkolásmentes dűbelnek hívnak, de te, ha azt meg fogod venni a tüzében, akkor tudni fogod, hogy azért nem flekkolják ki, mert flekkolásmentes dűbel, tehát éppen annyira húzza be a dűbelt, maga a szerkezet, van hozzá egy ilyen kis fejrész, amivel font síkba lesz a szigetelésed, de ha te nem olyat vettél, hanem sima beütőszeges vagy csavaros dűbelt, akkor tudni fogod, hogy ezt ki kell flekkolni. Tehát első jel, nincs kiflekkolva. A második jel, esetleg ezt tudom, ez nem olyan jó dolog, de esetleg elmegy a szaki, és neked gyanús a dűbelezés, túl gyorsan végeztek, stb. Akkor esetleg oda mész, és ennyit kell csinálni, hogy így megnyomod. Ez azt jelenti, hogy ha így mozog, akkor nem fog, akkor azt javaslom, hogy húz ki, és hogyha ilyet látsz, hogy így levágják a dűbelt, és csak beledugdossák, akkor azonnal szól nekik, hogy na állj, fúrjátok újra az egészet, vegyétek meg nekem a dűbelt, és akkor dűbelezzétek be, és akkor nézzétek át, hogy fog-e minden dűbel, vagy ha nem is fog minden dűbel, de a 90%-ának fogni kell. Régi építési háznál pedig azt javaslom, hogy inkább a 100%, mert hogyha van már egy meglévő vakolat a falon, ott nagyobb a veszély, hogy vakolattal együtt le tud szakadni a szigetelés. Tehát, ha ilyet láttok, mondom, ezt úgy tudjátok elnézni, hogy odamész, megnyomkodod, ha így mozog a dűbel, az azt jelenti, hogy akkor az semmit nem fog. Jó, a következő, tehát akkor a dűbelezést úgy nagyjából már vágjátok. Tehát fogjanak a dűbelek, megmozgatod, lötyög, akkor odahívod a szakit, hogy öcskös, gyere csak ezt fúrjál ide, csak egy gyújt, mert ez nem fog. A következő, ha elkezd a szaki hálózni, és ezt látod, hogy így szeggel föltűzte, nincs beágyazva a háló, valamint illesztve rakja, most lehet nevettek, de sajnos még mindig látok ilyet, és olyankor, se hiszem, olyankor olyan szívesen oda mennék megkérdezni, hogy mi a fasz csináltuk, csak nem szeretek így ott belókoskodni, meg semmi, úgyhogy a videó keresztül próbálom nektek eljutatni az információt. Tehát, ha így, ezt látjátok, hogy fel van rak belőle hál, és akkor elkezd ráhúzni, és plusz még illesztve van, tehát nem átfedve, Akkor azonnal mondjátok neki, hogy na állj, szedjétek a cuccot, mehettek a francba. Tehát ez nem jó. Mutatom egyébként, hogy miért nem jó, hogyha nincs beágyazva a háló. Gyorsan, bocs is rácok, csak nagyon elvágtam ezt az ujjam, aztán kicsit béna vagyok még. Tehát mutatom, hogy mi ezzel a baj. Hogyha fogja a szaki, és így fölrakja, és akkor ráhúz, így ráhúz, tök jó, mert így amúgy pikpak le lehet letteni, tehát azért használják még máig napig ezt, mert pikpak le tudja letteni. De viszont, ha ide jön a kollega, és hát közel van, és ez is, tehát ha megnézitek, nagyon sok helyen kilátszik a szigetelés, ami azt jelenti, hogy maga a hálónak a tartása nagyon gyengés. Hogyha le is glettelted így, oda fogsz menni, és akkor még hét után, egy hónap után, egy év után megfordul, és így szépen le tudod cibálni az egész hálót, mivel egyszerűen túl gyenge, ahhoz nem 100%-osan van alatta a ragasztó, és ezek a részek meggyengítik, és ezért nem jó, nem szabad. Minden esetben ágyazzuk be a hálót, és minden esetben minimum 10 cm átfedést kell alkalmazni, tehát így.
Értitek? 10 centi átfedés. Jó, ezt most összekentem ide, félre dobom. Srácok, tehát akkor erre figyeljetek oda, hogyha ezt látjátok, hogy a szak ilyen mókulásukkal próbálkozik, akkor nyugodtan szóljatok neki, lehet, hogy meg fog sértődni, lehet, hogy rosszul fog neki esni, de én azt mondom, hogy ezek olyan jellegű dolgok, amiket fontos jól megcsinálni. Na már most megmutatom nektek, hogy amit mondtam, hogyha nincs kiflekkolva a dűbel, hogy miért baj az, hogyan néz az ki. Tehát fogjuk, felhúzzuk az anyagot, ez a beágyazásos rész, nagyon fontos. Itt tök mindegy, hogy most a szaki nagyvassal csinálja, kisvassal csinálja. Nem az a lényeg, az a lényeg, hogy legyen beágyazva a háló. Valamint vannak olyanok, akik így ágyazzák be, tehát sima vassal húzzák föl, nem fogassal. Megmutatom ezzel is mi a bajom, de most ezt a részt felhúzom fogassal, ezt pedig simával, és akkor össze tudjuk hasonlítani. Nem tudom, milyen hosszú lesz a videó, próbálom minél rövidebbre, de sajnos ezeket az információkat muszáj átadnom, hogy tudjuk nektek segíteni. Tehát akkor már látok, srácok, én most még itt van. Húzok egy picit. Ah, király. Ebben nem lett koszos. Jó, ezt a részt felhúztuk fogassal, ezt szoktam én használni, és mutatom, hogy milyen, ha simával. De vélem, hogy miért másztam fel, hogy túl is behúzom. Simával. Tehát sokan vannak, akik így húzzák föl. Végülis ez sem rossz. Mert meg lehet így csinálni, csak hogyha így meg lett az ember, akkor mindenképp át kell másolni, mert így egy sokkal vékonyabb felületet tudunk előállítani. Így. Remélem, hogy elég lesz egy anyag. Na, tehát az első háló, ez az én módszerem, beágyazva. Ugye már itt két háló fedje egymást, ne tegyük ki teljesen a sarokra a hálót. Tehát egy centi álmarad az élvédőtől, tehát ne tegyük rá a műanyagra, mert dobni fogja. Én mindig ilyen fenyőkállokba elhúzom, jó? És akkor rátesszük. Ez egy kicsit macerásabb lesz, mivel már összetakkinoltam. Úgyhogy így van már egy kis súly és nehezebb. Mindegy, a lényeg az átfedés. Tehát az átfedés legyen meg. És próbáljátok azért úgy egyenesen berakni a hálót. Jó. Na, akkor mutatom az én módszerem. Tehát én, hogyha beraktam a hálót, én ezt fogom, és át szoktam húzni fogassal. Ezt azért csinálom, mert így tudok neki egy anyagvastagságot biztosítani, ami elegendő ahhoz, hogy ne látszódjon ki a háló. Jó, ezt a részt pedig nem bántom. Mert azt nem szokták áthúzni, sokan nem húzzák át, mivel hivatalosan a hálózás úgy jó, hogyha nem vasaljuk rá teljesen a hálót a falra, és ezért sokan így csinálják, hogy akkor nem vasalnak, hanem egyből lepkéznek, de mutatom, hogy a baj. Tehát nézzétek az enyémet. Thank you.
van egy kábelünk, ezt nagyon kívánom. Balkácsolták a villany szerelők. Ez még ilyen mobil cső jelenleg. Mindegy, most nem is az a lényeg. Jó, és akkor mutatom a nem átvasalós technikát. Tehát egyértelműen már most látszik, mi a baj. Mindjárt kollega ide jön, és összehasonlítjuk a kettőt. Jön ide föl, és akkor látok, kilátszik a csöv egy kicsit. Most akkor még egyszer rá kell hozni. Jó, tök mindegy, amúgy srácok, most csak a lényeget akarom bemutatni. Tehát ide jön a kollega, megnézitek ezt a felületet, ez úgy nagyjából olyan egy síkúnak tűnik. Ha megnézitek azt a részt, ahol nem lett átfogazva, hát csak elhúzom egy cigányt. A nézt, és azt mondjátok, hogy direkt hagytam úgy csúnyán. Látjátok ezeket a részeket? Tehát ilyen buborékos felületek vannak, ami azt jelenti, hogy ott vastagabb az anyag. Tehát én azért szoktam áthúzni fogassal, megnéztek ezt milyen szép egyenletes, ez ilyen buborékos, mert ha áthúzzuk fogassal, egy egyenletes felületet tudunk adni neki, ezáltal megtöltjük szép egyenletes. Na már most, amit még meg akartam mutatni, az a dűbelek helye, ha ide jön a kollega, nem tudom mennyire látszik, látjátok, itt volt egy dűbel, ami nem volt kiflekkolva, itt szépen így körbe mutatja, és ez így ki fog rajzolódni a hálózás után, ami szintén azt jelenti, hogy itt vastagabb az anyag, azért kell kiflekkolni, hogy a síkba kihozzuk a flekkolással a felületet, és ezáltal nem lesz ilyen buborékos, mert hol ilyen buborékos, azt jelenti, hogy itt vastag az anyag, és nyilván vastag, mivel most kitöltöttük a flekkolásnak a helyét, anyaggal, és kicsit ott megrodjant, kibügyent, és ezért látszik. Na srácok, nagyjából ennyi lett volna ez a kis videó, remélem tudtam vele segíteni. Nem tudom, milyen hosszú lett, próbáltam mindent elmondani, amivel tudok segíteni, de itt is látszik itt a dűbel, látjátok? Itt a dűbel. Ez is szépen kirajzolódik, hogyha nincs kiflekkolva, tehát az nem egy jó dolog, ha nem flekkolj kiflek, hogyha nagyon beütitek, tehát arra figyeltek, hogy nagyon ne üssétek be a fal síkjától egyébként sem a dűbel. Na jó, srácok, ha tetszik ez a kis videósorozat, esetleg úgy látjátok, hogy ennek van jövője, akkor rengeteg videót tudok azzal kapcsolatban csinálni, hogy ne dolgozzatok. Úgyhogy, ha tetszett, ja, a tagok. Köszönöm szépen a tagoknak a türelmet, meg mindent, oda is jönni fognak a videók. Bocsássatok meg, nekem kicsit döcög még ez az éve, igyekszem magam utolérni, úgyhogy tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel. Sebestyén Imre voltam. Ha! Grazie.